Köszöntöm a kedves nézőket, Mátyus János a mai vendégünk, 34-szeres válogatott labdarúgó, aki a Magyar Kupa döntőbe juttatta a csapatát, a Budafokot. Gratulálok ehhez. És köszöntöm a kedves nézőket, szervusz. Ez azért nem volt cél. Az cél volt, hogy a kieséses helyekről sikerüljön előre jönni. Ez most a középmezőnyben van a csapat, és már ez is egy olyan dolog volt, amit szerettek volna a vezetők veled elérni. Azért az, hogy Magyar Kupa döntőbe juttok, azt hiszem senkinek a fejében nem fordult meg, jól gondolom? Hát ki tudja, nézd, én tavaly augusztus végén kerültem a klubhoz, amikor is elég nehéz helyzetben volt a csapat, hiszen mindössze kettő ponttal szerénykedett, és utolsó helyen voltam az NB2-es bajnokságban. Akkor kimondva az volt a cél, hogy mindenképpen onnan el kell mozdulnunk, és a középmezőn meg kell céloznunk, ez sikerült is, de közben persze a Magyar Kupa küzdelmek elkezdődtek, és az első meccsünk egy elég nehéz találkozó volt egy csapat ellen, aztán szépen léptünk előre, de akkor mi nem beszéltünk el, hogy akár majd egyszer ebből döntő is lehet. És valamikor a te fejedben ez megfordult a sorozatban? Idén, az első idei meccsünk Iváncsán volt, amikor a Ferencváros búcsúztató NB3-as klubba találkoztunk, és hát úgy ilyen titkos kis gondolatom, álmom volt, hogy bárcsak egyrészt nyernünk aznap, és tovább jutnánk következő körbe, akkor jutottunk be a legjobb 8 közé, és ahogy mentek a meccsek, nyilván az ember, ezt így nem mondta ki, talán még magának sem vallotta be, de azért ugye fejemben motoszkált, hogy bárcsak játszhatnánk a fantasztikus Puskás Arénában a döntő napján. Mennyire ismerted a keretet, a játékos keretet, amikor Budafokra kerültél? Nézd, mint az NB2-ben, vagy a Magyar Futballban dolgozó edző, ismertem valamennyien, nyilvánvalóan jártam mérkőzésre. Aztán néhány héttel a kinevezésem előtt elkezdtem őket figyelni, és valóban én azt gondolom, hogy akkor nehéz szituáció volt, ezt elmondom mindig, megteszem most is, hogy remek elődöm volt, aki biztos, hogy jó munkát végzett, valami miatt a csapat gyengében szerepelt, de ez már a múlt. Akkor én jöttem, és valóban valamennyire képben voltam, és szépen lassan egy-két nap alatt, aztán persze néhány hét alatt teljesen az ember képbe került. Mi az, amit az első néhány hétben gondoltál, hogy változtatni kell, és a saját filozófiád alapján egy másik irányba kell indulni? Nekem az életem úgy alakult, edző életem úgy alakult, hogy szinte kizárólag olyan helyre jönnek, amikor egy csapat nagyon komoly gondban van. Szerinted miért? Valószínűleg így beskatujáztam magam picikét, hiszen volt egy ilyen munkám, Pápánál egy gyengének mondott csapatot vettem át, és nagyon jól szerepeltünk vele. És a második első osztályos csapatom a Nyíregyháza Spartacus volt, amely szintén a tabella végén szerénkedett, és oda vittek engem október környékén, és simán bennmaradtunk. Az persze más kérdés, hogy borzasztóan fájó, még ma is, ennyi év után is nagyon fájó, hogy kizártak minket, de akkor valószínűleg úgy bejeztem magam egy polcra, hogy mindenképpen ilyen úgymond megmentő vagy tűzoltó vagyok. Én nem szeretnék ez lenni egyébként, én szeretnék majd olyan csapatnál is dolgozni, amely komoly, nagyon komoly célokra küzd, akár Budafokon is, de jelen pillanatban ugye a kérdésre válaszolva azt próbálom mindenhol meghonosítani. Ez nem egy exakt dolog persze, hogy meg kell tanulni nyerni, ezt most szép így kimondani, de valóban minden szituációban arra törekszem, hogy játékosaim akár egymás közti játéknál és edzésen, akár egy passz gyakorlatnál is, akár egy cica játéknál, van ilyen még, mindenképpen precízen és jól dolgozzanak. Ezek most persze szép szavak, de ez egy komplexebb kép, meg kell letanulítani őket nyerni, és hál' Istennek sikerült, hiszen az első meccsünk nem úgy sikerült, egy döntetlen tértünk el, a második meccs szintén egy nagyon gyenge játékkal, de döntetlen eredményezett számunkra, és a harmadik meccsünkön eljött az első várva várt siker, és azóta gyakorlatilag, hát azt nem mondom, hogy szárnyalunk, de ideig, óráig azt gondolom, hogy nagyszerűen szerepelünk. Amikor meg akarsz tanítani valakit nyerni, akkor először hitet adsz, vagy csibészséget próbálsz átadni, vagy agresszivitást, vagy a védekezésből indulsz ki, vagy mindent egyszerre? Hát elvileg mindent egyszerre kéne, de ugye erre nincsen idő. A legfontosabb, és ez nagyszerű kérdést tettél fel nekem, hogy én abban hiszek, valószínűleg kicsit olyan haza is húz a szívem, vagy magam felé hajlik ugye a karom, hogy a védekezés nagyon fontos. Én védekező játékos voltam, én tudom azt, hogy bármennyire is csapat, bármennyire látványosan játszik, bármennyire kreatív játékot tud nyújtani, bármennyire jó góllövői vagy góllövői vannak, hogyha hátul nincs rend, akkor az csapat előbb-utóbb komoly bajba kerül. Miért volt mosoly a szádon, amikor a csibészséget említettem?
Elmosolyodtál egy pillanatra olyan önkéntelenül? Igen, azért mosolyodtam el, mert mostanában, nem, gyakorlatilag az elmúlt évtizedekben mindig azt vágják a fejem, ez nem ilyen elegáns, amit te mondtad, hanem szinte egy fejemhez vágják, hogy én borzasztóan vagány, meg borzasztóan csibész, meg ilyen nem is tudom milyen ember vagyok, amiből igazából aki ismer engem, azt tudja, hogy nem sok minden igaz. Nem, ezt tegyük tisztában, én nem belőled indultam ki, hanem abból, hogy minden edző azt mondja, hogy annyira jók ezek a gyerekek, annyira más, mint a korábbi generációk, hogy pont ez a vagányság, pont ez a csibészség, és ez a jó értelemben vett csibészség hiányzik belőlük, és ez tulajdonképpen, ha valaki át tudja adni, akkor azért bele lehet ebbe jönni. Igen, folytatom, amit előbb elkezdtem, hogy annak ellenére, hogy velem kapcsolatban nagyon túloznak, hogy milyen micsoda nagy van, nagyon nagy vagány gyerek vagyok, de nyilvánvalóan én olyan helyen születtem, Győrött, lakótelepen, aztán korán felkerültem Pestre, nagyszerű kerületbe, de a Kauzátérre jártam ki focizni, aztán később Kispesten voltam éveken keresztül, olyan elég rázós környék. Szóval a Brunc szellemet átvettem. Aztán Ferencváros szintén nem egy egyszerű közeg, és az ember bármennyire is nem akarta, biztos, hogy magába szívott olyan dolgokat, amiket később kamatoztat. Megtanultunk sok mindent, a határt mindig tudtuk, hogy hol van, de azt gondolom, hogy ebből az úgymond jó értelemben vett csibészségből, vagányságból, talpraesettségből, ez a legjobb szó talán, igen, az gyerekeimnek is, a sajátaimnak is, meg a játékosaimnak is, akik szintén a gyermekeim, ebből próbálok valamit átadni. Egy kicsit visszatérve a pályafutásodhoz, amit az imént említettél, te hogy érzed, hogy nektek, a te generációdnak, akik a pályán maradtak, edzőként maradtak, milyen lehetőségei vannak a magyar futballban, úgy egészében? Én azt gondolom, hogy mindenkinek megvan a lehetősége. Nyilvánvalóan sokan panaszkodnak, sokan úgy érzik, hogy nem kapják meg a lehetőséget. Azt gondolom, aki megtesz ezért mindent, persze szerencse is van, az megkapja a lehetőséget. Az másképp, hogyha él vele, akkor tud tovább menni, hogyha nem él vele, akkor bizony az embert hamar elfelejtik. Borzasztó nehéz a szituáció. Nekem nagyon nagy szerencsém volt, én úgy hagytam abba a futballt, hogy egyik hétvégén még bajnoki meccset játszottam NB2-ben, 7 nap múlva vezetőedzőtelem szintén NB2-ben, ez egy ritkosság általában, aki abba hagy a futballt, az nagyon nehéz szituációba keveredik, ilyen vákumba kerül szinte, vagy másik fogalmazva, kihúzzák a talajt, a szőnyeget a talpalról, hiszen nincs meg az a rendszeresség, nem kell menni edzésre, nincs meg az a tudatosság, ami korábban megvolt, és sok élet ilyen szempontból félsiklik, erre is láttak sok példát, kemény, figyelni kell magunkra, és azt gondolom, hogy a kérdésre válaszolva, azért a mi generációnk, bár mindannyiunknak, az én generáció mindenkinek majd nagyon komoly sérelme, nem is sérelme, fájdalma, éppen azt, hogy nem mehettünk ki ugye világversenyre, különböző ilyen mitákból mindenek előtt, de a versenykiírás is azért most már máshogy néz ki, de ettől függetlenül a magyar futball szerintem számol velünk és támaszkodna ránk. Viszont sokkal többen mentetek ki külföldre játszani, mint a mostani korosztály. Most itt mellettünk vagy mögöttünk a Puskás Aréna képe látható, tulajdonképpen ott ülünk most. Hamarosan itt fogtok majd játszani. Mennyire lesz ez feladat, hogy egy ilyen közegben, egy ilyen stadionban a Zalaegerszeg ellen kell majd megmutatni és kell megszerezni a kupát? Biztos, hogy az lesz. Általában vezetőedzőként egy edző, jó magam is azzal szembesül, hogy amikor elmegyünk mondjuk vidéki mérkőzésre, mondjuk most nem akarok senkit megsérteni, legutóbb voltunk hozzám is, nem tisztelet előttük, de azért az nem biztos, hogy ilyen kulisszák előtt zajlódó mérkőzés. Én azt gondolom, hogy most jelen esetben nagyon-nagyon szerencsés vagyok, hiszen nem, hogy motiválni kell játékosokat, hanem picikét visszafogni. Tehát feldob és nem feldob, pedig lenyom. Igen, abszolút. Én ezt mondtam az előző meccsünk előtt is, amikor az én érám alatt, az én regnálásom alatt először volt teltház a budafoki, amúgy szuper kis stadionunkban. Először volt ilyen országos felhajtás körülöttünk, rengeteg jegyigénylés, a média foglalkozott velünk, mindenki arról beszélt, hogy most jön a nagy nap el Budafokra, és akkor is elmondtam a játékosnak azt, hogy nem szabad ezt túl gondolni. Nyilvánvalóan én azt kívánom mindannyiuknak, hogy itt játszanak még 100-szor életük során, de a keretből nem biztos, hogy mindenkinek ezt meg fog adatni ez a lehetőség. De nem kell ezt túl gondolni. Úgy kell készülni, mint ahogy készülnénk a Csákvár ellen, készülnénk a Békéscsaba ellen. Ugyanaz a rutin, annyi a különbség, most elmegyünk egy szuper szállodába, a Szigetre, a meccs előtti este, de nem kell ezt túl gondolni. Amikor én tudom ezt, mert játszottam a stadion elődjében, amikor a játékos kimegy a játékos kiáróból, és ott fog lenni sok tízen ember, motivációra minek nincs szükség. Illetve az már akkor megvan. Persze. Még egy kérdés, hogy az Zalaegerszeggel szemben mi a megfelelő megoldás, a jó taktika a győzelemhez? Mindenki ráfogják a csapatomról, hogy
jelzőket, hogy harcos csapat, agresszív csapat, jó értelemben, sokat futó csapat, lelkes csapat, szenvedélyes csapat, ez nagyon pozitív, nagyon örülök, hogy ezt ránk fogják. De mindemellett most már kezdik azt is mondani, hogy a csapatom borzasztóan fejlett taktikailag. Hogyha én segítőim elfogjuk találni a megfelelő taktikát, akkor komoly esélyünk lehet. Az persze más kérdés, ezt elmondtam az előző párharcunk előtt is, hogy ez a találkozó tulajdonos esélyese, nyilvánvalóan az Zalaegerszeg. Ezt a meccset 10-ből 7-szer, 8-szor, 9-szer megnyerni az Zalaegerszeg, de van egy, amikor mi nyernénk, és hogyha az ellenfél gyenge pontját megtaláljuk, valamint ne felejtsük el azt, hogy Zalaegerszegen van egy hihetetlen nagy erősség a csapatnak, mégpedig az, hogy nagyszerű érzékkel válogatták ki a légiósokat, nagyon jó képességű légiósok vannak, és ha őket sikerül megesítenünk, szerencsénk is lesz, minden velünk lesz, akkor lehet esélyünk. Izgalmassá tettétek a Magyar Kupát, gratulálok az eddigiekhez, és aztán a többit majd meglátjuk. Köszönöm, hogy itt voltál. Szívesen jöttem. A kedves nézőktől pedig búcsúzunk, most viszontlátásra.